A mai este akkor azt hirdeti az alcím a művészet és hitvallás alatt, hogy meghitt beszélgetések Istenről, hivatásról, művészetről. Az Alszakra Fesztivál rendszeres fellépőiről van szó, Klukon Editről és Ránki Dezsőről, hogy nagyon nagy odaadással végzik a, nem csak a szakmai, hanem az emberileg tekintve szakmai munkájukat, a jó szolgálat, a humanitárius dolog, a közösségnek a szolgálatát, és akkor ez az, aminek a keretében most elkezdjük a beszélgetést, tehát Istenről, hivatásról, művészetről. Említettem éppen az előbb, hogy a napokban a villamosból Pestről Budára néztem át a vár fokára, ahol ott magaslik a 4 méteres Mária anya szobor, Mátyási Lászlónak az alkotása, és ugye először 90 cm-ben készült el, aztán végre elkészült nagyban. Egy pár szót erről, hogyha indítanánk ezzel. Igen. Hát 2007-ben Bilbaóban jártunk, együtt koncerteztünk, és akkor született a gondolat, hogy Budapesten jó lenne, hogyha lenne egy olyan szép szobor, ami mindannyiunknak sugározhatna, úgy, mint ahogy ezt ott Bilbaóban láttunk, ott egy Krisztus szobor volt. És nem szeretném nagyon hosszúra ezt, mert ezt hozzáférhető az interneten is, mindenhol el lehet olvasni. A lényeg az, hogy sok embernek az áldozatos munkájával, és elsősorban mindenek fölött Mátyási László tehetségének és fantasztikus munkájának köszönhetően megszülethetett ez a Mária anya szobor, ami egyébként Santa Maria Mater Dei, tehát ezt mindenki tudja, hogy ez a szűzanya, de Erdélyi Zsuzsanna akadémikus asszony írásának a címéből merítettük ezt a címet, és Mária anyának hívjuk azért, hogy mindannyiunké lehessen, felekezettől és különböző koncepcióktól függetlenül mindenki a magáinak érezhesse. Úgyhogy most már van is mögötte egy átlátszó üvegfal, mert nagyon szerettek az emberek kimenni a szobor mellé, és a szoborral együtt fényképezkedni, és ez nagyon veszélyes volt, úgy éreztük, és akkor egyben megakadályozandó ezt a verés cselekedetet, a cím is rákerült, tehát most már ott van magyarul, hogy Mária anya és Santa Maria Mater Dei. Tulajdonképpen 2013. november 9-e óta még csak a 6. év telt el, és mégis úgy érzem, mintha mindig ott lett volna. Nem tudom, hogy 1686 Buda visszafoglalása és ott szűzanyának a szerepe ott az mennyire ismert. Azért is gondoltam kezdeni, hiszen itt is a Mária kongregációs otthonban vagyunk, és ott is egy Mária kongregációs katona, és Máriával az ajkukon küzdöttek a Buda felszabadításáért. Ez mennyire dolgozott? Talán tudat alatt dolgozhatott, de biztos, hogy nem tudatosan. Tudatosan összesen annyi volt, hogy szimbolikus helyre szerettük volna tenni. Először az alagútnak a teteje merült fel, de arról sok okos ember lebeszélt bennünket, mert hogy nagyon zajos. Mert ez a Lánchíd, alagút, mögöttünk a Gresham palota, ez valahogy nekem nagyon fontos volt, mert ott nőttem fel az 5. kerületben egy hétházban, és az apukám sokat mesélt a Széchenyiről, és valahogy úgy éreztem, hogy ez ott valahogy ez egy szűk kis hely, ahol nagyon élénken dobog valami a múltból. De aztán ugye erről le lettünk beszélve nagyon helyesen, de mindenképp magaslatra szerettük volna tenni, és akkor Keller András
barátunkkal éppen arra jártunk, és ezt az utolsó pillért észrevettük, mert van belette egy másik is, csak az még ott nagyon benne van a sűrűjében, és ez az utolsó pillér, ez alkalmasnak látszott arra, hogy oda kerüljön ez a szobor. És hát ezt sem szeretném részletezni, nagyon sok utánajárás, nehézség, de végül is nyitottság és pozitív segítő szándék fogadta ezt az ötletet, és egybeesett a Várkert bazár felújításával, úgyhogy tökéletesen működött. Persze. Csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy hát ez rengeteg fontos emberhez való látogatással, mindenféle intézményekbe el kellett menni, és Edit vitte a kosarában a 45 cm-es legelőször elkészült bronz kis plasztikát. És az összes ember, én úgy éreztem, hogy attól, hogy annyira elképedtek, hogy hogy juthatott valakinek ez az eszébe, hogy oda tegye ezt a szobrot, hogy meglepetésükben mindenki hozzájárult rögtön. Köszönöm a kiegészítést. Ugye ez az Immaculata, vagyis a Szeplőtelen Alapítványnak a keretében történt, a köztéri szobrokért, és hogy hát ha erről valami, illetve vannak-e tervek? Igen, hát az alapítványt azért kellett létrehozni, hogy mégsem Klukon Editke kalapozzon, hanem valami keretet kellett biztosítani a gyűjtésnek. És egyébként ez nehéz volt, mert az emberek elfáradtak már, és bizalmukat vesztették, mert sajnos az alapítványok körében sajnálatos sok visszaélés történt, tehát ezt mi már egy nehéz időben kezdtük el, és az Immaculata nevet azért is adtuk ennek, mert a szobor nem Immaculata szobor, mert az egy Isten szülő, hanem hogy ezt jelezzük, hogy mi nem az az alapítvány vagyunk, és hogy itt minden rendben lesz. De nagyon sok bizalmatlanságot éreztem, főleg a tehetősebb, tehát pénzügyileg tehetősebb emberek körében. Tehát többször feltették a kérdést, hogy na és hogyha nem sikerül oda tenni, akkor mi lesz a pénzünk? És mondtam, hogy hát akkor visszaadjuk. És ez teljesen szóval ez egy nem várt válasz volt. Na most azóta egyébként az alapítvány, hát nem sok pénz maradt az alapítvány számláján, és ez a szobor világításába még egy kicsit hát fektettünk, vagy hát adtunk hozzá, de még így is nagyon szerény, és igazából arra tartjuk fönn az alapítványt, hogyha a szoborral bármi történik, tisztítani kell, vagy valami ott reparálni, akkor erre legyen lehetőség. De egyébként segítettünk egy szobrocskát Szentendrén, Asszonyi Tamás alkotását, és hát a terveink között szerepel Erdély Zsuzsanna akadémikus asszony születésének a 100. évfordulójára egy méltó kis emléktábla vagy dombormű a belvárosban szeretném, mert úgy gondolom, hogy ő Bartók és Kodály és Lajta után ő az, akinek rengeteget köszönhetünk, és olyanokat fedezett fel, különösen egyébként Mária vonatkozásában is, ami teljesen egyedülálló, és hogy szeretném, hogyha az erre járó turisták is, és mindenki szabadon járkálva találkozhatna az ő nevével, mert egyelőre csak az otthonának, a Váci utcai otthonának a kapu aljában bent van egy emléktábla és semmi egyéb. Úgyhogy ezt vettük még tervbe, hát a 164 centis gipsz prób, idézőjelben próba, vagy hát mondjuk inkább azt, hogy tanulmányszobor, arra van egy kiöntési joga az alapítványnak, és ezen nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hova is kerülhetne. Erről azért nem szeretnék beszélni, mert még mindig nem biztos, de mielőtt én átadom, vagy befejezem az majd idősebb koromban az alapítvánnyal való foglalkozást, szóval addig ennek valahova
szeretném, hogyha oda kerülhetne. Ebben a teremben most már a harmadik évadot zártuk, a Fiatal Zenészek koncertsorozata. És ezt a harmadik évadot szeptemberben tavaly úgy kezdtük el, hogy mondtuk, tegyünk valamit hozzá a jó zenéhez és a hallgatáshoz. És sikerült Gombos Lászlóval egyezkedni a Zenetörténeti Intézetből, és ilyen műsorvezetést elvállalt. Az a gondolat az volt, és hát ez is valósult meg, hogy a zeneszerzőkhöz és a zenedarabokhoz rövid kommentárokat fűzzön. Ezzel kapcsolatban, hogy a zeneszerző és a transzcendens, a zeneszerző és a jóisten, a zenedarabok és a megint csak a jóisten, illetve a zene és a szakrális dimenzió. És nagyon nagy pozitív visszhangja lett ennek a dolognak, úgyhogy most ősztől megint indítjuk a zene és a jóisten sorozatot, és hát csupa fiatal végzős, vagy már éppen végzett zenésszel megy. Hogy néz ki a szakrális dimenzió a számotok a zenében? Ugye nézegettem interjúkat, és vannak ilyen különösen ugye vagy a Dantéval, vagy a Via Crucisszal kapcsolatosan is, hogy egy olyan dimenzió nyílik meg, olyan teret nyitnak meg azok a zenék, azért is nagyon szeretitek, amiket más nem tud megnyitni. Hogy van ez? Ez nagyon speciális helyzet ez, mert ugye pontosan olyan dolgok történnek meg velünk is, és a hallgatóval is, a zene hallgatása, játszása és tanulmányozása kapcsán, amit szóval elég nehéz kifejezni. Én most csak a magam nevében tudok beszélni, tehát az, hogy milyen darabokat szeretek játszani, az így utóbb kiderült, hogy azok a zeneszerzők, akiknek a darabjait szeretem játszani, azok mind fontos és közvetlen kapcsolatban voltak a teremtővel. Tehát ha Liszt vallásosságára gondolunk, ha Haydnre gondolunk, de említhetném Dukai Barnabás darabjait is. Ezen kívül, hát Bachról le is beszéljünk, és nagyon-nagyon sok zseniális zeneszerzőről, de nem szeretném leszűkíteni ezt erre, mert azok is, akik nem éltek vallásos életet, esetleg nem fogalmazódott meg bennük, hogy ők hisznek a Teremtőben, hisznek a Jóistenben, a zsenialitásukon keresztül mégis szoros kapcsolatban vannak vele, és az igazi remek művekből ez át is süt. Akkor is, hogyha ezt ők nem fogalmazzák meg, úgy gondolom. És ezen kívül van sok nagyszerű zenedarab, és nagyon szórakoztató zenék, de amiben ezt a fajta ezt nagyon nehéz megfogalmazni, amiben ezt nem érzem, az számomra nem olyan kedves. És azokat nem szeretem játszani, azok engem fárasztanak, és azt gondolom, hogy egyébként a hallgatóságot is fárasztja, noha nem tudja. Ezt ahhoz szoktam nagyon lecsupaszítva hasonlítani, hogy mennyi olyan ételt eszünk meg, ami valójában káros nekünk, de valami miatt ízlik, mert megszoktuk, esetleg ízfokozó van benne, vagy valami, amitől az ember elcsábul, elkábul. Tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Csak annyit, hogy az igazi remek műveknél mindig az az ember érzése, hogy ezt nem megírták, hanem ez létezett, csak megtalálták és leírták, ami valahonnan érkezett hozzájuk valamilyen módon, csak kikívánkozott, és testet öltött végül is valamilyen formában.
amikor azt érzi az ember, és észreveszi, és vizsgálgatja, hogy na ez most akkor, tényleg akkor ez milyen jó ötlet volt, hogy ezt ide rakta, és az már eleve rossz. És hát az igazán nagy zenéknél mindig ez az érzésünk, mármint az előbbi. Bejut, amit a szobrászok is mondanak, ugye, hogy lát egy követ, és akkor benne van. Én nekem csak az a dolgom, hogy valahogy, ami nem, ami eltávolítsam, ami nem tartozik hozzá. Így a elhangzott, mert Dukai neve volt ő itt is, amikor éppen játszottatok, hogy mi az, amiből úgy ráismertek, hogy igen, ez a zene, ez valahogy nyit valami dimenziót, nyit valami többet, mint amit az ember lát, hall általában, vagy amit úgy magamtól, úgy, amire úgy találnék. Tehát valami, ami milyen, egyszerűen csak utólag, mikor játszod, vagy hallod, vagy... Hát amikor játszom, és amikor hallom is, az teljesen érzi az ember magán, hogy a szelleme, a lelke, de a fizikai teste is harmóniában van, egyszerűen egyensúlyban van saját magával, és érzi, hogy jobban van, mint előtte volt. Ha ez nem történik meg, ha bárhol, bármilyen görcsös feszültség, vagy valamilyen kellemetlen érzés párosul a dologhoz, akkor ott vizsgálgatni kell, hogy ez mitől lehet. Nagyon jó, hogyha az ember őszinte magához, és ezeket felismeri. És persze különbözőek vagyunk, tehát én senkinek nem mondanám, hogy ez úgy van, ahogy én gondolom, de az biztos, hogy ami rám ilyen hatással van, azt igyekszem legközelebb nem játszani, vagy nem kapcsolatban lenni vele. Akkor is, hogyha 20 évvel ezelőtt mondjuk fantasztikusan szerettem, és 20 évvel ezelőtt ez nem merült fel problémaként. Valószínűleg akkor is probléma volt, csak az ember neveltetése, meg hogy hát mégiscsak, meg hát egy zseniális zeneszerző, meg ilyesmi. Az ember nem, ehhez még nem elég bátor. De így 60-on felül, de már ez olyan 15 éve nálam, 15-20 éve azért ez alakul. Egyébként 86-ban a Liszt Viakrucisának a négykezes változata, amit hála Istennek Mező Imre, aki a Kottát közreadta, azonnal a rendelkezésünkre bocsátott, és akkor meg is tanultuk. Az is egy ilyen nagy tisztító folyamatnak a kezdete volt, hogy azzal a darabbal elkezdtünk foglalkozni. De én már korábban is, fiatal koromban Kurták György tanár úrnak a Játékok című sorozatának bizonyos darabjait, nem mindegyiket, de már azokon keresztül elkezdtem ismerkedni ezzel a világgal. Tehát ami, és ez most azért nem szeretnék semmilyen zeneszerzőt mondani, mert semmilyen zeneszerzőt nem szeretnék bántani, meg ez nem kritika, de hogy a megszokotthoz képest, amit annak idején mi tanultunk, és ahogy nevelődtünk, abból kimozdított. Tehát az első ilyen a És mégis virág az ember című, ebből több van, ebből a című darabból a játékokban, vagy például az Omázsa Krishn Wolf félálomban, ezek úgy elkezdtek engem máshova vezetni, és abban a nagyon nagy csodában volt részem a konzervatóriumban, hogy Hambalko Edit tanárnő elsősorban Haydn szonátákat ajánlott, és azokat tanultam. Általában Mozartot és Beethovent szoktak többnyire, sokkal kevesebb Haydnt. És ez is úgy érzem, hogy tehát így utólag, ahogy visszatekintek, szépen folyamatosan alakult az, hogy most hogy érzek ezekkel a zeneszerzőkkel kapcsolatban. Úgyhogy most, hát a Liszt természetesen mindig, Haydn is mindig, Bach természetesen mindig, bár ő
amiatt, hogy nem énekelek, hanem zongorázom, az mindig az az érzésem, hogy ott nagyon kell az éneklés nála. És hát itt Dukai Barnabással meg teljesen hazataláltunk az elmúlt 17 évben azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy az ember a zenével foglalkozik. Nem előadja, nem a koncertre ül ki, hanem együtt él vele és dolgozik. Az előbb elmondottakhoz kapcsolódik egy olyan tulajdonságuk ezeknek a remek műveknek, hogy mindig többet adnak az embernek, amikor elkezd velük foglalkozni, mint amennyire emlékezni képes rá. Tehát mindig egy újabb ajtót, vagy egyszerűen a végtelen nyitja ki előttünk, Egyébként ez emlékeztet arra nagyon kevés, talán 4-5 olyan előadóra előadó művészet történetében, akik ezt az élményt képesek adni. Hogy akárhányszor egy felvételüket meghallgatja az ember, az még többet ad, mint amire vissza tudunk emlékezni. És ez a számunkra a legfontosabb, hogy nem lehet megunni a szó megszokott értelmében. Egyszerűen mindig gazdagít minket, amikor elkezdünk foglalkozni velük. Például Frangelico mindennapos része az otthonunknak, mert egy könyvet úgy tartok az ebédlőben, hogy ezt mindig láthassam. Ez ebbe az irányba gondoltam éppen tovább lépni, hogy ha egy kicsit kilépünk a zenéből, amit hát nem könnyű, gondolom, de mégis, hogy az, ami így más dimenzió, a tágasság, vagy a végtelenség, vagy az egység, hogy e felé, ami úgy egyenged benneteket a zenén kívül, hát most említetted is a képzőművészetet, hogy vannak ilyen pontok, amikről úgy az elmúlt évtizedek során rá döbbentetek, igen, ez nekem nagyon fontos, meg segít túl a zenén. Hát szeretném, hogyha majd csak egy rövidet mondok, és utána te beszélnél erről. De itt mondanám el azt, hogy a legcsodálatosabb és a legfontosabb dolog ebben az, hogy találkozhatunk, és hogy gyermekeink is vannak, mert ez a végtelen felé valójában ez nyitja a legnagyobb ablakot, ahogy te szoktad mondani, és az, hogy kint élhetünk a természetben, madarak, most például hajnalban, amikor 4 óra után kicsit fölébredtem, hallottam becsukott ablakon keresztül, hogy micsoda fantasztikus hangverseny van. Azt nem tudtam még megállapítani, hogy fülemüle lehet ilyenkor? Vagy még nem? Nem. Igen. De most lehet, elméletileg lehet, meg főleg, hogy annyira, hogy végül is május van, és akkor kinyitottam az ablakot, és gondoltam, hogy az elkövetkezendő 1-2 órát, ami még esetleg adatik a reggeli felkelésig, akkor azt nyitott ablakkal is. Ez csodálatos volt. Tehát ilyenkor az ember teljesen egységben érzi magát, az univerzummal nem választja el semmi. De nagyon-nagyon fontos ebben a gyerekeinkkel való kapcsolatunk, és rajtuk keresztül visszamenőleg a szüleinkkel való kapcsolatunk, és annak a megértése, hogy is van ez az egész dolog, a folytonosság és amit az ember jól csinált, elmulasztott, észrevett, nem vett észre. Szóval ezek tanítanak igazán. Mielőtt még rátérek, még a madarakkal kapcsolatban, hogy a fülemülét azt tényleg régen hallottuk, de annyira beépült a környékünk már, hogy éjszaka közepén nagyon fülelve egész messziről lehet ilyenkor. Június végéig szokott énekelni egyébként, de most hát Fekete Rigó, Énekes Rigó, Barát Poszáta, Zöldike, ezek vannak főleg nálunk. De visszatérve a lényegre, hát
az utóbbi hónapokban pillanatnyi, majd később állandósult elmezavaromban elkezdtem katalogizálni a könyveinket, és pont most tartok a képzőművészeti könyveknél, és hát szerencsére az évtizedek alatt rengeteget begyűjtöttünk, és hát egész csodálatos, amikkel találkozik az ember így közben, Van Eyck-től kezdve, Dürer-en át, akit említettél, Fra Angelicóig. Hát most számomra ez a csúcsa az egész képzőművészet történetnek. Egy nagyon jó idősebb ismerősöm, aki gyógyszerész volt az egyik faluban, vagy a kis városban, és mondja, hogy Szabolcs, ha hiszed, hanem én, nekem sokkal mélyebb Isten élményeim vannak, amikor Esztergomban beülök a vitorlázó repülőbe, fölmegyek, és ott egy, tudom én, 2000 méter fölött ott csak a szél zúgása, hogy a semmi zaj, és hogy olyan közel érzem magam a Jóistenhez, hogy gondolom ez a természet, ez nektek is. Azt a terv ugye, hogy ha valakinek van kérdése, akkor majd lesz alkalom megszólalni, kérdezni, vagy reflektálni valamit röviden. Ezt csak említem, hogy aki akar készülni, készüljön rá. Hogy a családban hogy vagytok így a közös zenélés? Mondtad, hogy szívesen beszélnél egy kicsit erről, hogy a családi közös zenélés az hogyan is történik? Adódott a helyzetből kifolyólag, hogy mind a ketten zongorázunk, hogy összeültünk fiatal korunkban, és próbálgattunk együtt játszani, akkor négykezest elsősorban, és aztán fokozatosan alakult ki ez. Hát most már több mint, szerintem 35 éve az igazság, hogy nem is tudom, mert 34. Szóval nem szoktunk ilyen jubileumokat tartani, pedig kéne, mert látom, hogy ez ma nagyon divat, így 5 évenként, még nem tudom mi, de valahogy mi nem szoktunk. De mindesetre 41 éve lesz idén májusban, hogy együtt élünk, és ebből hát ez a 34-35, ez közös zenéléssel is telik, ami egy egészen ritka adomány, mert azt tudom, hogy ezt senki mással nem lehetséges. Tehát szerethet az ember, meg barátokkal is összeülhet, de az, amikor azt érzed, hogy nem kell arra figyelni külön, hogy vagy együtt, hanem a dolog megtörténik. Természetesen mindig a koncert elején szóval el kell rendeződni egy kicsit, de azért most már egyre kevésbé, vagy egyre többször érzem azt, hogy ott tudjuk folytatni, ahol ott hagytuk, abba hagytuk a próbán. Hát ez egy egészen különleges ajándék. Sőt, hát most két fiunk van, az idősebbik szintén tanult zongorázni egy pár évig, de ő ettől teljesen elzárkózott, hogy ő, bár volt tehetsége hozzá, de ő teljesen mást akar csinálni, végül is építész lett. A második fiunk pedig, Fülöp, ő viszont abszolút magától, már 2-3 éves korától a zongorához ült, és nagyon érdekelte, úgyhogy ő zongorista lett, úgyhogy hát hárman vagyunk már zongoristák a családban. És hát néhány, sajnos nagyon kevés három zongorás mű készült a zeneirodalomban, de hát ami készült, abból most már azért a nagy részét eljátszottuk, és Dukai Barnabás szintén írt egy jó pár darabot, eredeti darabot is, átdolgozásokat is, és van a kertünkben egy faház, ami stúdióként funkcionál, és ott van három zongora, és ez egy megfelelő helyszín arra, hogy ezeket ki is próbáljuk.
Azon gondolkodom azóta is, hogy felrepülve közelebb érezte magát a Jóistenhez, és hogy persze mi is repültünk sokat, meg az ember, ha fölmegy a hegyre, vagy kirándul, vagy a tengert, hogyha láthatja, de hát végül is, és ezek a zenék nagyon hozzásegítettek engem ehhez az érzéshez, hogy a legközelebb az ember akkor érezheti magát, hogyha belül tud olyan csendet teremteni, és olyan kapcsolatot a teremtővel, ami nem függ attól, hogy most éppen hány ezer méter magasan vagy mélyen van, és hogy ez lehetséges. De ezért nem mindegy, hogy milyen műalkotásokkal, milyen emberekkel, milyen étkekkel, bármi, amivel találkozik az ember, az a jó, hogyha ez segíti elő ezt a hatalmas nagy szabadságot. És ezt mindenki megtalálhatja, ez független anyagi javaktól és helyzetektől, mindentől független. Itt a kerti ház, a faház elhangzott, és ennek van egy története. Esetleg van olyasmi, amit szívesen megosztanátok a kerti házzal, a faházzal kapcsolatban, a faház. Történet nincs vele kapcsolatban, úgynevezett sztori, csak hát ahogy az egész a mellettünk lévő hosszú telek, az annak az egyik részén egy tényleg regénybe illő módon három nemzedék, nagyanya, anya és lány éltek együtt, és hát nagyon jóba lettünk velük, és gondoztuk is őket hosszú ideig, és végül is őtőlük megvettük, lényegében hálából nekünk adták azt a részt, és amikor már egyikük sem élt, akkor hát az egy cseh típus faház volt, amit erre a célra szerettünk volna használni, de azt mondta az építész, hogyha a belső falakat kivesszük, akkor összeomlik az egész. Úgyhogy ehelyett építettünk egy ugyanazokra az alapokra egy megfelelő faházat, és egy légterű, olyan, mint egy fejjel lefelé fordított hajótest egyébként belülről, és nekünk ideális és egy csodálatos hely arra, hogy akár éjjel-nappal ott, amikor kedvünk tartja, akkor dolgozhatunk. Említettétek, hogy Fülöp már 2-3 éves korától rá találta az útjára. Ez a továbbiak, hogy van, ha fölfele tekintetek a ti családotokra visszamenőleg, amikor szülők, nagyszülők és a zene. Jó. Nekem mindkét nagyapám amatőr hegedűs volt. Hát egyik nagyapám az egyébként orvos volt, a másik nagyapám pedig egy műszaki ember. De mindketten zenekedvelők voltak, és hát én magam is úgy nőttem föl, hogy állandóan szólt a rádió, és hát csillaghegyi nagyanyáméknál a szomszédok döbbenten látták, hogy egy 4-5 éves gyerek kínál a kapuban, és torka szakadtából opera áriákat énekel. Ez voltam én akkor. És fogalmam se volt, hogy azok micsodák, csak hát a rádióból hallottam őket. Tehát ezzel nőttem föl, de szóval mindkét oldalról zeneszerető ágról származom. Könnyen elfogadták, hogy ez lesz a te utad? Nem kellett elfogadni és elhatározni sem. Teljesen természetes úton alakult az egész, és hát viszonylag fiatal gyerekkoromban kiderült, hogy elég olajozottan haladok előre ebben, úgyhogy nem nagyon merült fel más út. Annyi volt, hogy én úgy érzem, hogy az anyu beteljesületlen vágyát valósíthattam meg valamennyire, ő szeretett volna zenész lenni,
De a háború miatt, és nagyon sok minden egyéb probléma miatt sem zongorázni, sem énekelni nem tudott, és akkor elhatározta, hogy a gyerekei közül, akinek jó füle lesz, az fog zenét tanulni, és hát így aztán egy Rösler pianino otthon, kiderült, hogy hallás után szívesen lejátszom mindent, és akkor így aztán az Őri Edith néni fölvett a Váci utcai zenei általános iskolába, és hát aztán így. Ha itt az ő neve elhangzott, akartok esetleg egy-két embert mondani, persze ennek megvan a veszélye, de akitől különösen is tanultatok, akinek köszöntök a pályátokon. Hát, mindenkinek tulajdonképpen. Ezt is ugye utólag, ennyi évtized után az ember már látja, hogy minden mindig jókor történt a tanárváltások. Nálam például volt egy olyan, én Joli néninél, Auri Sándor nénál tanultam, és egyszer csak Tőke Marianna tanárnő, aki akkor a szakfelügyelő volt, valami miatt úgy gondolta, hogy magához vesz. És akkor nála folytattam a tanulmányaimat, fél évig csak Csernyi és Bertini etüdöket tanulhattam. Igen, szerettem őket egyébként, nagyon szerettem őket. És aztán a konzervatóriumban Hambalko Edithhez, akiről már meséltem, aki mai napig nagyon, nagyon jó barátságban vagyunk, és ő végigkísérte az életemben az első szerelmet, és mindenben fordulhattam hozzá tanácsért. Nála találkoztam először Bernát Aurél írásaival, vagy ő adott a kezembe Tandori kötetet például. És hát akkor a Zeneakadémián Kadosapál osztályába kerültem, az utolsó indított osztályába, és Jenő volt a másik tanárom, és hát Kuták György tanár úr, vagyis Gyuri bácsi nekem, ő pedig 16 éves korom óta végigkísérte a részint a darabjait, mi mutattuk be 75-ben a testvéremmel, mert ő is zongorázott, a Bea egy darabig zongorázott és fuvolázott, és a játékokat vele és Szokolai Balázssal mutattuk be 75-ben október 1-én. Ez egy nagyon fontos dolog volt, és utána én természetesen Gyuri bácsihoz kértem magam kamarazenére, tehát még 5 évig akkor az ő szárnyai alatt tanultam a Zeneakadémián. És hát és természetesen az, hogy hát én őt hallgattam, vagy mondhatom azt, hogy ahogy a zenészek egymást hallgatják, az nagyon fontos. És hát a Sviatoszláv Richtert külön ki kell emelnem, vagy Maria Callast, akik így még a fekete lemezekről nagyon sokat adtak nekem, Arturo Benedetti, Michelangeli például szintén, de nagyon sokat említhetnék. Aztán volt egy időszak, amikor Cselibidáke koncertekre jártunk ki Münchenben, mert egyszer egy rádióban meghallgatott felvétel után úgy éreztük, hogy ez nagyon fontos, és akkor ezek mindig egy kicsit tovább gördítik az embert, és segítik abban, hogy végül is saját magát tanítsa. Ami tart az életünk végéig, gondolom. Hát akkor egész gyorsan én is végigmegyek. Domokos Kingánál kezdtem 8 éves koromban, aki egyébként a Kertész utcai gyakorló zeneiskolában tanított még zeneakadémiai növendékként. Ott viszont, 5 évig tanultam nála, viszont ott már Máté Klári néninak is a növendéke voltam egyúttal, aki egészen 18 éves koromig utána végigvitt, 17 éves koromig. És mert a konziban, a szakközépiskolában, illetve akkor még csak szakiskola volt, zenei szakiskola, ott is tanított 5 évig,
és aztán a Zen Akadémiára, hát engem korábban vettek föl, ők egy évvel, és ott Kadosához kerültem, de ott is még egy az átmeneti időszakban egy évig Klári néni még tovább tanított, és aztán kerültem Rados Ferenchez. De hát akkor már egyébként koncertezni kezdtem. Csatlakozom teljesen Edithhez abban, hogy nagyon sokat és rendszeresen tanul az ember abból, amit hall egyszerűen. Olyan mély benyomást keltenek ezek az előadások, amiket így hallunk lemezről vagy élőben, hogy anélkül, hogy persze semmiféle utánzási szándék nincs, meg nem is lehet, hát úgyse lehet. Azt, amit látunk, azt nem, mert más emberek vagyunk. Tehát viszont a lényeget, a hozzáállást, ahogy meghallják azokat a darabokat, ahogy megpróbálják átadni, az mégiscsak hat az emberre is beépül az évek alatt. Egyébként még ezt hozzátenném, hogy hát természetesen én, ugye köztünk 8 év kor különbség van az ő javára, és hogy én úgyhogy én rengeteget tanultam már kislányként is abból, hogy őt hallottam zongorázni, hát 18-19 évesen már koncertezett, és én akkor 11 évesen, hát nagyon-nagyon gyerekként hallgathattam. Tehát, hogy egymásra is nagyon hatunk, és ami csodálatos, hogy én úgy gondolom, hogy mind a kettőnkre most a Fülöp, tehát az, ahogy az ő generációjuk, és hát különösen ugye hozzánk ő van a legközelebb, de említhetném barátait, Stark Jancsit, Rajna Martint, hogy tőlük is tanulunk. És nagyon fontos, hogy a fiataloktól, mert ők valahonnan, máshonnan is kezdik már, meg olyan őrületes információ birtokában vannak a YouTube és társaink keresztül, teljesen máshol tartanak most 20 évesen, mint ahol mi tartottunk 20 évesen, és úgy látom, hogy ez a generáció most nagyon szerencsésen egy nagyon tiszta és ugyanakkor egy integratív irányt vesz, és az igazán tehetségesek és a nagyon magas szellemiséget képviselők közülük le fogják taszítani ezt a felületes, hazug, business kind koncertéletet. Úgyhogy minden reményünk bennük van. Hát igen, vannak néhányan, akik ellenállnak ennek a trendnek, hogy mutasd meg magad, meg valósítsd meg önmagad. Mert amit mi csinálunk, az egy szolgálat. A zeneszerzőnek, a zenének a szolgálata, hogy egyáltalán megpróbáljuk azt hangzó valóságá változtatni, amit valaha leírtak. Ez egy óriási feladat. És nem magunkat kell megvalósítani, mert természetesen, amit eljátszunk, abban mi magunk is megnyilvánulunk, akarattalanul is, tehát ez nem lehet elkerülni. De lehet olyat, hogy valaki ír egy zenét, és azt eljátsza, de a sajátját. De hogyha másnak a zenét játsszuk el, az egy szolgálat. És ez most már sajnos egyre ritkább. És borzalmas dolgokat hall és lát az ember. Ennek próbálunk ellenállni. Azt mondtad előbb, hogy a 20 évesek most már YouTube, egész máshol vannak, mint... És ugyanakkor meg itt van kontrasztnak ez a másik helyzet, hogy nem nehezebb a helyzetük, mint például? De nehezebb a helyzetük. Viszont az ilyen, hát akik tényleg kiválasztottak és ennyire elhivatottak, bennük van annyi erő, hogy nem fognak rossz kompromisszumokat kötni, azt én már most látom, és minket is nagyon megerősítenek. Ezt
próbáltuk mi is képviselni, még akkor is, hogyha az ember sokszor folyamatosan öngolt rúg bizonyos szempontból, tehát így a közéletben való megjelenés, a PR, a sajtó, az egyebek. Tehát most is ott tartunk, hogy a legjobb nem részt venni ezekben a dolgokban és távol maradni. Csak illusztrációként egy rövid történetet hadd mondjak el Ravel kapcsolatban, aki biztos sokan ismerik a balkezes zongora versenyét, amit egy Wittgenstein nevű zongoristának írt, aki csak balkeze volt. És ez a zongorista aztán előadta persze csomószor a zongora versenyt, de változtatott rajta néhány dolgot. És a Ravel rettenetesen dühösen reagált erre, írt egy nagyon dühös hangú levelet, amire visszaírt a Wittgenstein, hogy hát te így jobban szól, ahogy ő játsza, és különben se vagyunk rabszolgák. Erre visszaírt a Ravel, de igen. És ebből a szempontból teljesen igaza volt. Még egy kérdés, és aztán utána, hogyha valaki akar, hogy ez, ahogy most beszéltetek a beszélgetésünk elején a zenéről, ami megnyit dimenziókat, az egyre nyit rá partikuláris magunkat, valahogy egy közösségbe hozza be, hogy nyilván ennek van egy története, hogy ki hogyan jut ezeknek a mélyebb dolgoknak a felismerésére, hogy említetted te is, hogy ma már, és hogy van ebben valami olyan, ami tapasztalat megosztható, hogy mi segít abban, hogy az ember a jó zenére ráleljen, az ilyen szempontból jó zenére ráleljen. Ez lehet, hogy kicsit erőltetett kérdés, nem tudom, van-e valami visszhang? Nem erőltetett kérdés. Ha a hallgató, és direkt nem mondok közönséget, mert abban a szóban benne van a közönségesség is, tehát a hallgató, vagy az érdeklődő, vagy a befogadó, ha eleget jár, és abban a szerencsében van része, hogy hiteles, jó produkciókat hallhat, akkor egy idő után biztos vagyok benne, hogy kialakul benne az igény. Tehát én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy mindenképp ezeket a népszerű darabokat kell játszani, hogy a közönség erre jön be, meg ezt szeretik, meg ezt ismerik. Ez van, ez egy dolog, aki így szereti, csinálja így. Én inkább úgy gondolom, hogy amit mi dolgozunk, amin mi dolgozunk, és amit mi csinálunk, azt mi csináljuk, és nagyon boldog vagyok, hogyha valaki ahhoz csatlakozik és meghallgatja, és ha meghallgatja, az egy nagyon nagy öröm, hogyha nem, akkor feláll és kimegy, tehát ez nem baj. Csak ez a bizonyos szolgálat, tehát a Ravelt annyiban helyesbíteném, hogy azért nem rabszolgaság, de szolgálat, de nem kiszolgálás. Tehát, hogy ezek nagyon nagy különbségek, és én magamon azt tapasztaltam, hogy például a Cseri Videket, hogy fölfigyeltem rá, meghallgattam, és éreztem, hogy mit végez bennem. Attól kezdve már más, aki nem olyan módon használja a zenekart, az már nem is tud tetszeni. Szóval, hogy kicsit persze meg jó, meg szép, meg de kész. Azóta egy olyan igény alakult ki bennem, amit ezek egyébként nagyon nehéz dolgok, mert egyre ritkább lesz az, amit jól esik meghallgatni. Ez nem gőg, meg nagy képűség, hanem ez egyszerűen egy tény. Hát ideális az lenne, ha úgy tudna mindenki zenét hallgatni, mint egy amazonasmenti indián, aki még soha ilyesmivel nem találkozott. Teljesen friss füllel, előítéletek, utóítéletek nélkül. Anélkül, a befolyás nélkül, amit állandóan mindenhol hall az ember. Tehát teljesen friss füllel, elfogulatlanul, nyitottan befogadni mindenféle zenét, és aztán ki is választódik egy idő után az, ami igazán hat rá. Ebben lehet bízni. A
amit korábban a szolgálattal kapcsolatban is Ravellel elhangzott, hogy ezeket hozza be, hogy a tisztelet meg a hűség, tehát valaki valamit letett az asztalra, azt én ne farigcsáljam a magam szája íze szerint. Egyfajta tisztelet iránta, illetve hűség. Hát tudjuk, hogy ezek az erények is bajban vannak. Úgyhogy, mint teológus, vagy mint pap, lelkipásztor, azt tapasztalom, hogy a saját életemben is, de mások életében is, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos életkorokban, bizonyos állapotokban más és más nyitja meg azt a dimenziót, ami a végtelennel összeköt. És egy érdekes vita van a 60-as évek végétől a beat misékkel kapcsolatban, gitáros misékkel kapcsolatban, az általános zenekultúrával is, meg mindenfélével összefüggésben is, hogy tényleg nagyon sok embernek ezek a dolgok, amik zenei szempontból talán másként hallgatják, látják, itt gondolkoznak róla, hogy nagyon sokat adnak, és nagyon sokat megnyitnak a transzcendens, vagy az isteni jelenlét felé ezek a közösségben kicsit egyszerű, vagy nagyon egyszerű, kicsit bugyuta szöveggel is néha, meg zenével, hogy ezt csak úgy fölhozom, hogy mint téma, hogy a zenében, a komoly zenében is gondolom hasonlóképpen az egy néha az, amit az ember már az úgy gondolja, hogy hát ez engem már idegesít vagy zavar. De vannak olyan élethelyzetek, amikor pont az a zene nyit meg. Volt ilyen tapasztalatotok? Hát, nem tudom, mert ugye másnak a helyébe kéne akkor magam képzelni. Hát amit én láttam, például itt voltak ezek a három tenoros koncertek. Rendben van, meg a szabadtér, meg a nagy közönség, meg mindenféle, de az, hogy egy Schubert stentjének biztos nincs szüksége rá, hogy feldolgozzák és zenekari kísérettel elénekeljék, az teljesen biztos, ettől nem fognak többen Schubert daleste járni, ettől nem fogják jobban, nem fognak közelebb kerülni a komoly zenéhez, ez egyszerűen, ki kell mondani, biznisz. Na most a beat miség meg a gitár a templomban, ez egy más kérdés, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem értek hozzá egyáltalán, de itt azért azt elmondanám, hogy például Liszt, aki az egyházzenét megújította, és csodálatos, hogy mit írt, és ott van, és nem használjuk, nem játsszuk, nem használjuk. Tehát, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban lehet-e valamit tenni. Tehát nem csak a koncertteremben, hanem a liturgiában sem. Hogy ez miért van, azt nem tudom. Azt nem tudom, de sajnálom. Hát egyik oldalról nagyon jó, hogyha bármilyen módon a zene részt vesz, például ebben is, akármilyen színvonalon. A másik oldalon viszont úgy érzem, hogy nagyon szép az az indián mondás, hogy csak akkor szólalj meg, hogyha az szebb, amit mondasz, az szebb, mint a csend. És ez erre is érvényes érzésem szerint. Igen, meg hát... Különböző utak vannak, szóval nekünk ez nagyon tetszik, és ez bennünket épít, de van, akinek másra van szüksége. Az emberek többsége fél a csendtől, úgy vettem észre. Meg hát hasonlatként ugye az új rend is, hogyha valahogy nem jól indul, valaki fixálódik, abban nagyon nehezen fog valami jó, nagyobb jó kijönni, tehát így a zenei alapok is, akár a gitáros, vagy a beatmisével kapcsolatban ezeket úgy szokták feszegetni, ugye. Meg hát ugye ott van az egész Gregorián dallam, amik átmentek évszázados lelki fejlődésen, tehát azáltal, hogy a mediterrán
különféle ilyen-olyan dallamokat elkezdték használni, és aztán az imádságban való használat által azok úgy letisztultak, átalakultak, és valahogy nagyon spirituális zenévé lettek, annyira, hogy már maguk ezek a hanghullámok is egészen más, fizikai szinten más, hogy érik az embert. Egy órája beszélgetünk itt, és akkor Tamásnak látom, van már kérdése, van-e más is, ő volt a leggyorsabb, akkor, de hogy hadd hallja mindenki. Már lehet, hogy neked ilyen hangod van, hogy... Köszönöm szépen, nagy ünnepnek tartom, hogy itt lehetek, itt lehetünk Dezsőnek és Editnek a beszélgetésén. Én egy dunamenti indián vagyok, és nekem a csend nagyon rokonszenves, nagyon szép, de a csendnél egy picikét szebb emléket szeretnék feleleveníteni. Több mint negyed századdal ezelőtt, 1992 vagy 93-ban egy kulturális küldöttséggel Pekingben voltam. Hatalmas nagy szálloda, körülbelül 10 emeletes, és a belső átriumában a csendnél szebben megszólalt egy magyar zongora művésznő. Lerohantam, hogy hívják ki ő? Mondták, hogy Klukon Edit. Hát mondom, ez valami gyönyörűsége volt, amit hallottunk, és ezt csak azért mondom az emlék szép felidézésével, hogy hadd kérdezzem meg, hogy milyen a kapcsolatuk a keleti zenével. Emlékeim szerint Edit ott Chopint játszott, ahogy visszaemlékszem. De ami mind a kettejükhöz szól, hiszen most egy olyan teremben vagyunk, ahol többek között Sargó Szabosnak köszönhetően a keleti és a nyugati kultúra nagyon sokszor találkozik. Milyen a kapcsolatuk a keleti zenével? Hát semmiképpen nem aktív, sajnos, de azért számos alkalommal indiai, japán, kínai zenét is hallgattunk. Nagyon más alapokon nyugszik az az egész zene, és azon kívül, hogy élvezettel és beleérzéssel hallgatjuk és élvezzük, azon kívül mi magunk ebben aktívan nem tudunk részt venni, ahhoz bele kell születni abba a környezetbe, és abba a játékmódba, azokhoz a hangszerekhez kötődni kell. Például van Japánban egy kotó nevű hangszer, aminek egészen különleges hangolása van, és rettentő nehéz, 2 méter hosszú, és még cipelni is nehéz. De hát azon való játékot, az sok évig kell gyakorolni, hogy az igazán... Egyébként is a japánok erről nagyon híresek, hogy a nemzeti, van 3 fő színjátszási forma, a no, a kabuki és a bunraku, ez az utóbbi például egy bábjáték, amit egyébként hangszeresek is kísérnek, és elképesztő kifinomultsággal, és olyan gyakorlattal, ami nekünk majdnem elképzelhetetlen. Hátul van egy másik kérdés. Hát én is örülök, hogy itt lehetek, és nagy szeretettel köszöntöm a Ránki házaspárt. Azt hiszem, nem csak az én véleményem az, hogy példaképek, mint művészileg, mint emberileg, szerénységben főleg, tehát ezt a muzsikus társak mondják, hogy a Ránki Dezsőt nem lehet megelőzni, tehát őneki már van mire szerének lenni, inkább úgy mondom. Én hallottam önöket a Zeneakadémián is a beszélgetéssel, ahol ott volt a Fülöp is, tehát mindenféleképpen egy élmény, és nekem ez a 3, akik a fiatalkoromtól együtt vagyunk, ugye a Ránki, a Kocsis és a Jandó Jenő, ez a 3-as. Na most ebből 2 még vannak, de nagyon keveset vannak. Úgyhogy ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy többet halljuk, mert ha megyek a Zeneakadémián, nem csak a programot nézem, hanem hogy ki játsza. Tehát többet szeretnénk találkozni, vagy mind a kettőjükkel, az is egy élmény, de legalábbis a
Ránki művész úrral, és hogy lehetne megnevelni a zeneértő közönséget, hogy ne tapsoljanak bele a tétel közben, mert én attól meg tudok őrülni körülbelül, hogyha nem egyszer van ilyen. Köszönöm. Hát régen minden tétel után tapsoltak egyébként. Ez nem olyan, csak néhány évtizedes szokás, hogy például egy szimfóniának csak az legutolsó tétele után tapsolnak, és most már szentségtörésnek érezzük, a közben is elkezdenek tapsolni. De játszunk mi elég rendszeresen. Hát most Budapesten ebben a szezonban legalább 6 vagy 7 koncert lesz összesen, az sok. Egy városon belül. Közösen is játszunk jó néhányszor. Játszottam különböző zenekarokkal, most legutóbb pár nappal ezelőtt Zeneakadémián, Műpában is. Azért előfordulunk. A tapsal kapcsolatban csak annyit, hogy igyekszünk, ha úgy tudjuk összeállítani a programot, hogy ha a közönség is belemegy, akkor szeretettel megkérjük, hogy a tapsot teljesen hagyjuk el, és nagyon sokan mondták, hogy szívükből szól, és nagyon örülnek neki, hogy nem kell tapsolni, mert tudják, hogy ez a szokás, de hogy kimegy a fülükből, meg a lelkükből az, amit ott egy órán keresztül hallottak, úgyhogy a tapsról csak ennyit, de természetesen, ha véletlenül beletapsolnak, nem szokott az ember haragudni, mert az mindenképp a tetszés nyilvánítást fejezi ki, és szóval semmiképp nem haragszik érte az ember. Előfordul, hogy Beethoven 9. szimfóniáját többször játszottuk, úgyhogy minden tétel után tapsoltak a Liszt 2 zongorás átiratában, mert az úgy látszik, hogy egy ilyen darab. Hoztatok egy kis zenét, talán most már itt, hogy 75 perceit ülünk, lehet, hogy egy kis zenei elmélyülés. Mit tegyen föl, vagy indítson Kristóf, megbeszéltétek? Ő van rá. Az a baj, hogy 2 ciklus van velünk, és abból mindenképp a Liszt Via Crucisára gondolnánk, de az egész az fél óra, és az sok talán, nem tudom. Én nekem nem sok, de nem egyedül vagyok, illetve hát nem miattam van, hanem önök miatt az este. Akkor valahol kapcsolódjunk bele.
Szoktak kérdezni benneteket a Via Crucis-ról. Sok mindent lehet találni is az interneten, amit mondtatok. Nem néhány dolgot. Most nem gondolnátok, hogy esetleg valamit ezzel kapcsolatban, mit jelent nektek, amikor játszátok, vagy így hallgatni? Sajnálom, hogy hogy nem hallgatjuk tovább, mert azt hittem, hogy végig megy a Jézust megfosztják ruháitól volt, ahol belekapcsolódtunk.
Hát erről nem nagyon lehet beszélni. Ez Lisztnek, én a főművének gondolom, érzem, mindegyik műve fantasztikus, és természetesen ott a Krisztus oratórium, de hogy ilyen csodálatos egyszerűséggel és tökéletességgel fogalmazza meg a kimondhatatlant és a megfoghatatlant, a megfogalmazhatatlant. Én azt gondolom, hogy erre nincs példa. Tehát fantasztikus dicsőítés, a fájdalomnak az ábrázolása, tehát rendkívüli remek művek születtek ezzel a, hát hogy ilyen bóriasan mondjam, a témával kapcsolatban, de ez olyan, mintha azonos lenne, mintha ő lenne, az ő lenne ott. Ezt én nem tapasztaltam másnál, csak nála. Ilyen módon, amikor ebben részt vehetünk, illetve játszhatjuk, az nekünk, nekem az mindig egy lépés a felé, hogy megértsem és felfogjam, hogy valójában ez mit jelent nekünk, ez a csodálatos ajándék, amiből táplálkozhatunk. Nagyon érdekes most, és erről beszéltünk a telefonon, hogy alkalmam volt látni Rófusz Ferencnek az Utolsó vacsora című animációs alkotását, fantasztikus, és felmerült az, hogy az ő animációja, a Leonardo utolsó vacsorája kapcsán, illetve annak emléket állítva, előtte egy 5-6 perc zongorázással, és utána a Via Crucis, a teljes Via Crucis, hogy ezt egy új műként kezelve szeretnénk, hát ha lehet így mondani, nem szeretnék nagy szavakat használni, de végigvinni Magyarországon így az eukarisztikus kongresszus előtt, és minél több helyen eljátszani, és nem csak templomokban, természetesen nagyon jó templomban játszani, de hogy egy kicsit azokhoz is közelebb vihessük, akik ezzel nincsenek mindennapi kapcsolatban, és hogy ne csak azt lássák, hogy itt most megint történik valami, egy nagy esemény, és rengeteg ember jön, és rengeteg pénzt elkölt az ország, stb., hanem hogy egy kicsit lelkileg rá lehessen erre készülni. És én azt gondolom, hogy ez a darab, és Rófusz Ferenc filmje, és előtte még azon gondolkozunk, az többféle dolog lehet, csak hogy ne a filmmel kezdődjön, hanem egy pár perc zenével. Tehát így ez az egész egy 50 perc, 50-60 perc lehetne, amit azt gondolom, hogy hozzájárulhatna ahhoz, hogy felkészüljünk. Hát tényleg nem szeretnék nagy szavakat mondani, hogy országosan, mert hogy ez nagyon nagy dolog, hogy ez itt megtörténhet. Most, a 21. században, biztos minden történelmi körülmény nagyon nehéz, és a 85 évvel ezelőtt, vagy 80, van, igen. Szóval igen, hogy az is hát nagyon nehéz, minden történelmi helyzet nehéz sajnos valahogy, de ez a 21. században ez a szétszilált, felgyorsult, és ugyanakkor mindenféle csodálatos dolgot felvonultató történelmi helyzet itt a kis Magyarországon megtörténhet ez, amit én nem is kongresszusnak mondanék, hanem egy csodálatos esemény, ami sugározhat a világ felé. Erre a mi lelkünket is föl kell készíteni. Tehát nagyon rossz lenne, ha ebbe csak úgy belefutnánk, és megtörténne az esemény. Tudom, hogy készülődik az ország, meg a templomok készülődnek, de nagyon sokan nem tudják, hogy ez mit jelent. És lehet, hogy látták az utolsó vacsorát Milánóban, és akkor sem tudják, hogy ez mit jelent. És hát most ezen próbálunk dolgozni, hogy ez létrejöhessen. Még csak Liszt Via Crucisához annyit, hogy több mint 20 évig dolgozott ezen a művön, és bár persze Liszt
nagyon sok művéből készített több változatot, de ehhez ebből különösen sok változat készült. Ez lehet szólózongorán, négykezes zongorán, orgonán, kórussal, énekesekkel, anélkül, tehát számos változatban elő lehet adni. És nagy szerencsénk, hogy ez a négykezes változat előkerült, és pont akkor, amikor igazából mi elkezdtünk négykezesezni azokban az években. Összetesen ez sem véletlen. És boldogan mondhatom, hogy a szólózongora verzióhoz képest ez sokkal gazdagabb és jobban sikerült változat szerintünk. A film, amiről beszéltünk, ez Rufus Ferencnek az utolsó vacsora című, talán 10 perces animációs filmje, és ugye ő akkor lett nagyon híres, amikor amikor a Légy című filmjével világon debütált. És hát itt január óta beszélünk vele, keressük azt, hogy itt levetítsük ezt a filmet majd. És most a beszélgetésük után fel is hívtam ismét. Azt mondta, hogy majd talán egy hét múlva a magyar televízióban is le fog menni, és akkor utána még szabadabb is lesz majd ennek a vetítése. Úgyhogy hát én remélem, hogy majd akkor beleesünk majd itt mi is abba a vetítésbe a zenével együtt. Ígértem, hogy ha van kérdés, most még lehetőség lesz rá. Igen, az egy. Igen. Nem jelentkezett vagy kérdéssel? Nem, akkor én félreértettem a jelet. Az arc szakra felől valamit valaki mondana, akar megszólalni. Hárman is vannak, ugye, de abból ketten itt vannak valamelyikük, akik rendezték, akik összehozták a mai estét, mit helyet adtunk, beszálltunk mozgatni, de úgy látom, hogy megtörtént a választás. Csak nem szeretnék, hogy ne szólaljon meg senki a alapítvány nevében. Csak annyit szeretnék mondani, hogy Edith és Ránki György az idei Arszakra Fesztiválon is fel fognak lépni. Mit ma? Bocsánat. A BMC-ben lesz szeptember 22-én a koncertjük. 15. Bocsánat, csak mindig az ő koncertjükkel szoktuk zárni a fesztivált, és most egy kicsit eltévedtem, de akkor Edith segítsél nekem, légy szíves. És, igen. Szóval 15-én lesz a koncert, és még műsort nem adtunk, de felmerült bennünk ez a Rófusz Ferences megoldás is. Hát meglátjuk, majd Ilonával egyeztetünk. Mert a BMC nagyon alkalmas egyébként a vetítésre, és akkor csak ki kell találni, hogy előtte mit játszunk, és mi a Kruciszt. Addig is biztos lesz sok koncert, de akkor mindenkit szeretettel várunk szeptember 15-én. Köszönöm. Ja. Köszönjük szépen, és a másik pedig, amiről szó volt, hogy miért is jó lenne bejárni az országot a közeljövőben, a következő egy-másfél évben, az pedig a 2020. szeptember 13-tól 20-áig tartó nemzetközi eukarisztikus kongresszus, hogy az előtte, hogy ne csak valahol a kognitív szinten valami történjen egyeseknek, meg hát dobszó, hanem tényleg a lelkünkig hatoljon az esemény, és hogy hát nyilván az, ahogy a húsvét is úgy köszöntött ránk, amilyen erőfeszítéseket tettünk előtte, hogy rákészüljünk, hát egy ilyen nagy esemény is hasonlóképpen működik. Amennyiben a kérdések
elfogytak. Én nagyon köszönöm, hogy ez most létrejött, és nagyon mélyen érintett. Itt van valahol egy kis zsák, igen, erre gondoltam pont, és akkor...